Városi kultúrák a Kárpát-medencében, ezzel a címmel látja vendégül a Budapesti Polgárok Háza a magyarság fontos városait. A sorozatban most a vajdasági magyar kulturális örökséget, Zombor és más délvidéki települések történetét mutatták be. Rencsényi Hajnal Elvirával beszélgetett Feketei József zombori író az Ártatlanok igazsága című kötetről. A könyv azoknak a magyaroknak állít emléket, akiket ártatlanul kivégeztek 1944-45-ben. Zombort Virág István fotóművész mutatta be. A rendezvényen összegyűlt adományokat a vajdasági Tótfalu tornatermének építésére ajánlották fel.